A belföldi piac ellátása mellett én személy szerint az export lehetőségekben is nagyon komoly lehetőségeket látok. És itt nem kell feltétlenül abba az irányba elindulni, hogy saját márkát kidolgozni jelentős marketing ráfordítással. Lehet egy olyan indulás is, hogy amennyiben rendelkezik az ember megfelelő kapcsolattal és nyelvtudással, akkor a külföldi bolthálózatok részére akár saját márkás termékek gyártásába is beszállni, mivel ott már akkor a teljes marketing ráfordítást, illetve a marketing szakmai részét azt a hálózat megcsinálja, leveszi úgymond a termelő-gyártó válláról. Ez például egy komoly kiugrási lehetőség. Ami a beruházással kapcsolatban még nem került konkrétan megfogalmazásra, de biztos, hogy a termelőknek a kedvét és a gazdasági erejét növelné, hogyha pénzintézetek részéről lenne esetleg arra hajlandóság, hogy a fenntarthatóság, a biotermesztés, a biofeldolgozás keretein belül egy kedvezményesebb hitel nyújtási lehetőséggel segíthetnék a feldolgozók lelkesedését. A feltételrendszerrel kapcsolatban a biofeldolgozás előírás rendszere az minimális többletfeltételt tartalmaz a normál élelmiszeripari előírásokon felül. Egyértelmű, hogy rendelkeznie kell HACCP rendszerrel, visszakövethetőségi rendszerrel, de gyakorlatilag a takarítószerek használata az, ami egy viszonylag sarkallatos pont, hogy mi az, amit szabad használni. Azon felül igazából a technológia az élelmiszeripar részére adott, tehát gyakorlatilag csak jól takarítható kóracél eszközöket lehet használni. Ezen felül a bioelőírások nem tartalmaznak további, úgymond idézőjelbe nehezítő feltételeket, ami az én értelmezésemben egyértelműen azt jelenti, hogy ha valaki élelmiszer feldolgozásra adja a fejét, az minimális ráfordítással a bioelőírásoknak meg tud felelni. Ezzel viszont nem biztos, hogy mindenki tisztában van, hogy ez viszonylag kis ráfordítással egy magasabb árfekvésű termékcsoportot tesz elérhetővé. Az előírásoknak megfelelő termelés szükségszerűvé teszi a térben és időben történő elkülönítését a nyersanyagoknak, valamint nagyon fontos, hogy egy tanúsított biotermék, például a Biokontroll által tanúsított, attól lesz tanúsított, vagy attól válik tanúsítottá, hogy a nyersanyag, a feldolgozási folyamat, valamint a termék jelölése egész a vevőig megfelel az előírásoknak. A biónak ezeket a többletértékeit hivatott tanúsítani az, hogy egy biotermék az, ami a fogyasztó asztalára kerül, és teljes bizalommal és egészségére válva fogyaszthatja.